Esti gyors. Következő vendégünk pedig Újhely István, az MSZP Európai Parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát elég nagy meglepetést okozott. Már nem pártaként, de igen. De még hivatalosan ez, igen. Szóval elég nagy meglepetést okozott, amikor megjelent, ha jól emlékszem, az Indexen először, vagy más felületeken is, az a cikk, amit ön írt, ami arról szólt, hogy befejezte a Fidesz brüsszeli akadékoskodását, most már tényleg jöhet a pénz, és ön azt állítja, hogy Benfentes forrásai szerint a Fidesz hajlandó teljesíteni az Európai Bizottság kéréseit bizonyos reformok ügyében, úgyhogy a pénz, a brüsszeli pénz, amiről Orbán ugye szereti azt mondani, hogy odaadták az ukránoknak, az érkezhet Magyarországra. Nem árulhat el többet a Benfentes forrásokról? Nyilván, amit tudok, azt elárultam a cikkben. Magukról a forrásokról, hát nyilván Európai Bizottságban sokakkal beszélgetek, tárgyalok, nem véletlen, hogy az elmúlt években azért sok mindenben tudtam intézni is fontos dolgokat Magyarország számára, és nyilván információt is hozni. A teljes meglepődés Brüsszelben, és egyfajta elégedettség is, hogy az elmúlt hetekben a kormány stratégiát váltott, és egymás után jelenti be azokat a változtatási szándékokat, amelyeket Brüsszel egy-másfél-két éve vár. Nem tudom, hogy mennyire hallotta az előző beszélgetés végét. Novák Zoltán, a Méltányosság Központtól azt mondta, hogy hát nagyon komolyan elképzelhető, hogy itt egy üzlet van Magyarország és az Európai Bizottság között, hogy tűnik a ukrajnai segít Magyarország jóvá hagyja, és akkor az Európai Bizottság nem fog kekeckedni, de ön szerint akkor nem erről van szó. Nem ez van. Hát aki tudja, hogy milyen részletekben zajlik a Skander, az Európai Bizottság és a kormány között, az azt is tudja, hogy a kettő egymástól független, hiszen a magyar kormány júniusban nyújtotta be Brüsszelnek az igazságszolgáltatási reformnak a törvénycsomagját, amit szeptemberben az Európai Bizottság, pontosabban szeptember végén, hiszen pontosan tehetények most ősszel, az Európai Bizottság pontosító kérdéseket tett föl azért, hogy a későbbi végrehajtás, tehát az igazságszolgáltatás függetlenségének, a napi működésének biztosítása érdekében a kormány miket vállal, ezekre a magyar kormány választ adott, és ezek a válaszok azt mutatják a bizottságnak, hogy a korábbi folyamatos, étes tésztaszerűen elhúzott, véget nem érő egymás melletti elbeszélések után most a magyar kormány rászánta magát. Nyilvánvalóan azért, mert teljesen beszakaszta, hát látjuk, hogy milyen óriási költségvetési bajban van Magyarország, és a lengyel választásokat követően pedig az Orbán kormány azt látja, hogy elveszítette legfontosabb szövetségesét egy további folyamatos zsaroló játékban. Tehát nincs köze szerintem Ukrajnához. Azt azért hagy jegyezzem meg, és ez nagyon fontos, kell, hogy értse mindenki, hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az igazságszolgáltatási reform, hogyha néhány héten belül átcsúszik a bizottság szűrűjén, akkor onnantól kezdve mondjuk átutalnak 13 milliárd eurót Orbánik számlájára. Nem. Ez azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatási reform miatt felszabadul a befagyott állapotából, felolvad egy jó néhány alap, például a pedagógus béremelésnek az egyik hátterét biztosító EU-s források egy része, és akkor viszont csak úgy tud, úgy fizet az Európai Unió, hogy a magyar kormány azt elkölti, benyújtja a számlát, és ha valóban a hétköznapi működésben az igazságszolgáltatás függetlensége biztosított, tehát nem ülnek rá, telepszenek rá a bíróságokra, akkor utal pénzt Brüsszel. Tehát ha bármiben utólag az a érzete van az Európai Uniónak, hogy átvágta őket az Orbán kormány, zárójelet tegyük hozzá, hogy ez bármikor elő is fordulhat, mindent el tudunk hozzá a kormányról, akkor Brüsszel nem fizet. Uh-huh.
Amiről szó van, ahogy olvasom az ön írásában, a integritási hatóság jogköreinek bővítése, magyarán működés képesítétele, mert hát amit eddig láttunk, az elég szánalmas. Vagyonnyilatkozatok ügye, vagyonkezelő alapítványok, és hát gondolom az egyetemi kuratóriumoknak az ügye. De a helyreállítás... Maga a bírósági intézményrendszer, ugye a bírósági intézményrendszer az egy úgynevezett horizontális feljogosító feltétel a megállapodásokhoz. Az önmagában, hogyha most, és ugye ez már egy elfogadott törvénycsomag Magyarországon, hogyha ez most az Európai Bizottság értékelésén átmegy, és nekem az a fülesem, hogy egyébként átment, már csak a rábólintás hiányzik, tehát a szakembereken átment, az már feloldja egy részét a befogyott forrásokat. Mi, nem tudom persze, hogy volt-e már tapasztalata ilyen ügyekben, vagy bárkinek, mert ekkora cirkusz még tag körül nem volt, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy mi következik ezután? Tehát a magyarodnak kell valami hivatalos nyilatkozatot tenni, vagy egyszerűen csak szólnak a bizottságnak, hogy oké, mindent teljesíteni fogunk, bizottság azt mondja, hogy lássuk, és akkor valami majd lesz minden különösebb hírverés nélkül. Szerintem a magyar kormány ismerve a kommunikációjukat megpróbálja itthon nagyon elterelni álhírekkel a figyelmet arról, hogy valójában beadta a derekát. Hiszen hogy magyarázza meg Orbán Viktor a saját híveinek, hogy beadta a derekát, hogyha eddig azt hallottuk, hogy nem is igaz, amit követel rajtunk az Európai Unió, meg az LMBTQ, meg Soros, meg a migránsok. Mert közben különben ki kéne, hogy derüljön, hogy ezeknek semmi közük a valósághoz, és azzal, hogy egyébként változtatnak a igazságszolgáltatási csomagon, az igazságügyi csomagon, a bírósági intézményrendszeren, azzal, hogy hajlandóan beadni a derekukat ezekben az által felsorolt kérdésekben, ezzel önmagában a kormány azt bizonyítja, hogy egyébként valóban ezekkel az elmúlt 10-13 évben gond volt, hiszen ezért vállalja be a módosításokat. Na most ezt nem fogják itthon elmondani, mi ezért a recept, elindítanak egy nemzeti konzultációt a csúnya Brüsszellel szemben. De a brüsszeli bürokraták nem tudom mit kezdeni az itthoni politikai boszorkánykonyhának a kommunikációs propaganda gépezetével. Ők joganyagból indulnak ki, már pedig most az a szitu, hogyha jogilag megfelel minden, amit a kormány vállal a jövőre, de? Akkor az Európai Bizottság föloldja a források egy részének az árulását, és abban az esetben küldheti a számlákat a kormány, de ahogy mondtam, a közben pedig bebizonyosodik, hogy sem az integritási hatóság, sem a bíróságok függetlensége az nem létezik, csak egy patyomként akkor látványpégség, akkor újra zárulnak a források. Tehát bekerült a rendszerbe egy ilyen biztosíték, ami azt gondolom, hogy nekünk magyar állampolgároknak egy nagyon-nagyon fontos dolog, védi az érdekeinket. Ettől még a rendszer nem lesz szebb, nem lesz demokratikusabb, de legalább egy részében, például a bírósági igazságszolgáltatásban valami fajta biztosítékot kapunk, hogy nem tud tovább nyomolni a NER. Leváltani viszont nekünk magyar állampolgároknak kell itthon a NER-t, ezt ne várjuk el Brüsszeltől. Köszönöm szépen, további jó estét! Köszönöm szépen! Minden jót!